Az intézmény 16 évvel ezelőtt díjat alapított, amellyel a nevelőközösség javaslatára elismeri a kimagasló szakmai munkát mind szervezeti, mind nevelői szinten. Az év pedagógusa a 2019-2020-as nevelési évben Tótné Török Judit, a SIM óvoda óvodapedagógusa lett az év óvonője. Szeretnék először is gratulálni Tótné Török Juditnak, hiszen a SIM óvoda óvodapedagógusaként megkapta az év óvodapedagógusa díjat. Nagyon meghatódott, azt gondolom, hogy meglepetésként érte. Igen, nagyon szépen köszönöm a dicséretet, bizony meghatódtam, hisz fiatalként itt állhatok, és büszkén vagyok itt a kollégák előtt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a jelölést. És hát azt gondolom, hogy itt elhangzott sok minden a méltatásban, aminek azért jó részét mi is láttuk, hiszen voltunk többször már ebben az óviban, amikor láthattuk azokat a csodákat, amelyeket önkészített dekorációként, vagy amit a gyerekekkel csináltak különböző zöldovodás foglalkozásokon. Igen, így van, nagyon sok dolog mutatja a kézem munkáját. Igyekszem szépíteni, dekorálni. Nagyon sokat segítenek a kollégák, mind instrukciókkal, mind tanácsokkal, mind pedig a dicséretükkel. És a kívánalmakkal. Így bizony a kívánalmakkal, és nélkülük én nem tudtam volna így kiteljesedni, és a családom támogatása nélkül. Épp azt akartam mondani, azért beszéljünk a lányokról. Ők most hol kezdik a tanévet? A kisebbik a Kiskulcsosi Általános Iskolába kezdi meg a 4. osztályt, a nagyobbik lányom pedig a Református Gimnáziumban kezdi meg a 9. osztályt az idén. Akkor azt gondolom, hogy értük is lesz majd izgulni való, de ön egy nagyon kreatív ember, tehát azt gondolom, hogy ötletek azok tárházával rendelkezik. Én gratulálok még egyszer ehhez a díjhoz, és azt kívánom, hogy legyenek kis tehetséges óvisai ebben a tanévben is. Nagyon szépen köszönöm, bízok benne, már látok egy-két gyermeknél, már megcsillanna a tehetséget, és igyekszem ezt kibontakoztatni náluk.